Sziasztok! A mai videóban az áprilisi kedvenceimet szeretném nektek bemutatni. Tudom, hogy egy kicsit már elmúlt április, tehát ugye már azért közeledünk május közepéhez, de remélem, hogy ez nem okoz nektek gondot. Egészen sok kedvencet sikerült összegyűjtenem, úgyhogy vágjunk is bele. Először is a szépségápolással kezdeném. Az első számú kedvencem, ha lehet így mondani, szépségápolási termékek közül áprilisban, ez a Baby láb arclemosó volt, amit Aszukkel ajánlott nekem. Az ő blogjának a leírását megtaláljátok majd, vagyis hát a linkjét megtaláljátok majd lent az infoboxban, mindenképpen nézzetek be hozzá. Ő ajánlotta már régebben, hogy ezt próbáljam ki, aztán végül is, mikor eljutottam így a DM-be, akkor persze megvettem, és nagyon szuper. Az első egy-két napban húzódott egy kicsit tőle az arcbőröm, viszont ugye mindig utána hidratáltam, és szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz termék. Nekem nagyon bevált, most már nem is húzódik az arcom egyáltalán, de persze attól még hidratálok utána, úgyhogy az kell azért, de én nagyon meg vagyok vele elégedve, szerintem ez egy szuper arclemosó, ugye mindenféle káros anyagtól, illatanyagtól, stb. Mentes, és tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek. Aztán, még így az arcnál maradva, a Rimmel Lasting Finish 25 órás púder alapozóját is nagyon sokat használtam áprilisban. Őszintén szólva, amióta ezt megkaptam, nem is használtam másik alapozót, se púdert, tehát csak ezt, és szerintem ez egy szuper termék. Ugye ilyen kis rejtett tükörrel és szivacsal van ellátva, és szuperül bevált, én csak ajánlani tudom mindenkinek, kis helyen elfér, lehet utaztatni is. Oké, hogy 7 g, azt hiszem, igen, 7 g, és ez ilyen 2500 forint, de tényleg szuper. Erről írtam már tesztet is, azt megtaláljátok a blogomon, ezt is linkelni fogom lent az infoboxban. Aztán itt van ez a Diza Organix ajakápoló, ami most megint előkerült. Ugye most áprilisban csináltam meg nektek ezt a ilyen nagy rúzs kollekciós videómat, és sajnos ez nagyon-nagyon kiszárította a számot, a sok lemosás-felkenés, és emiatt muszáj volt ajakápolót használnom többet, mint egyébként szoktam, mert amúgy annyira nincs rá szükségem. Most viszont nagyon volt, és szuperül rendbe hozta a számat. Ez is ugye könnyen szállítható, mert ilyen stiftes kiszerelésű, nem a tégelyes belenyúkálós, úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom, erről is van teszt a blogon, link az infoboxban. Aztán itt van a Dávnak ez a samponja, ami, hát láthatjátok, hogy már nagyon-nagyon kifogyóban van, most jön majd az, hogy szétvágom a tubust, és ez még a DM kedvencek dobozban landolt nálam, januárban azt hiszem, vagy nem is tudom, akkor ugye még nem használtam, mert volt még az előző samponomból, viszont amikor az elfogyott, akkor ugye elkezdtem ezt használni, és szuper. Tényleg fantasztikus ez a sampon. Egyelőre azt hiszem, hogy ez vált be nekem a legjobban. Egyelőre, de ezt majd meglátjuk, hogy ha esetleg kipróbálok mást, akkor fogja tetszeni, vagy akármi. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és ugye a balzsam is járt hozzá, azt viszont én annyira nem használtam, tehát az a húgomnál landolt, mert én a balzsam helyett ugye a kallosnak a szerikának a latte pakolását használom. Ezt csak eltudom, ez egy 250 ml-s termék, és szerintem nekem nagyjából ez 2 hónapig húzta, úgyhogy azért elég sűrűn mostam hajat, és 1300 forintba került talán, vagy valami, lehet, hogy csak 900 van, nem tudom, valami ilyesmi, de tényleg sokáig bírja, úgyhogy ajánlani tudom. Kicsit nehezen nyílik ez a nyitókája, úgyhogy ez baromi rossz bennem, mert nagyon sokszor nem is bírom kinyitni, és olyankor segítséget kell kérnem, de egyébként nagyon jó, és tényleg ajánlani tudom ezt is mindenkinek. Nekem ugye úgy mostam hajat, hogy minden második nap, tehát egyik nap mostam, másik nap nem, egyik nap mostam, másik nap nem, és most már ki tudom úgy tolni, hogy minden negyedik nap kell csak hajat mosnom, úgyhogy tényleg csodákat művel. És akkor még, ami nagyjából beletartozik ide a szépségápolás kategóriába, az ez a Tesco-s popsütörlő kendő, ami, hát ez egy, nem is tudom, hogy hány darab van benne. tulajdonképpen, talán nincs is ráírva, mindegy. Ezt én ilyen 4-es csomagolásba szoktam venni, tehát 4 ilyen zacskó van egy csomagban, és azt hiszem, hogy így van olyan 1000 forint körül, de nem vagyok benne biztos, majd leírom az infoboxba, hogy pontosan mennyi is az ára, és ez egy nagyon-nagyon klassz termék. Én nagyon sok mindenre használom egyébként, néha, hogyha nincs kedvem mással vacakolni, akkor ezzel mosom le a sminkemet, vagy takarításra is szuper, letörölni vele dolgokat, tehát tényleg nagyon-nagyon sok oldalon lehet felhasználni, és egészen olcsó is ráadásul, és olyan cuki ez a csomagolás. Úgyhogy igen. Még van 2 csomaggal, ez egy felbontatlan most, amit idehoztam, de ezen kívül van még egy felbontatlan, de biztos, hogy vagyok, hogy újra fogom vásárolni, és meg ezt is csak olyan tudom mindenkinek. Ilyen egyesével is lehet természetesen kapni a Tesco-ban, majd ezt is leírom az infoboxba, hogy úgy mennyibe kerül. És akkor, ami már nem annyira szorosan szépségápolás, de azért igen, ez is egy áprilisi kedvenc, ez is egy Tesco-s termék, ezek ilyen kis 10 darabos kis papírzsebkendők. Amikor utazok valahova, vagy csak megyek akárhova, és ugye táska van nálam, én a táskában jobban szeretem ezeket a csomagolt zsebiket bedobni, mert mégiscsak védve vannak, mégiscsak egy helyen vannak, és nem az, hogy úristen kaphatok a táskámba, és akkor nem találok egy darab zsebit se, úgyhogy ilyen mindig van nálam a táskámban, és Ádámnál is van egyébként, mert most rászoktattam őt is az utazós zsepire, ezt úgy hívjuk, hogy utazós zsepi. Ez egy 4 rétegű zsepi, és ugye 10 darab van benne, ezt is ilyen nagyobb csomagban lehet kapni, és ez is olcsó ahhoz képest, hogy ezt is nagyon szerettük, és ráadásul ilyen cuki kis csomagolás van, szóval hogy 3 féle csomagolás van egy ilyen zacskon belül, és szerintem teljesen jó. Aztán van itt 2 illóolaj is, ezeket nem csak párologtatásra, hanem takarításra is használom. Ezek a Naturlandes illóolajok, az egyik a borsos menta, vagy borsmenta, ugye ki hogy hívja, mind a 2 helyes, a másik pedig a citrusos, citromos illóolaj. Ezek 800 forintba kerülnek, és tényleg nagyon sokáig elég, és szuper jó, erős illatuk van, tényleg nagyon-nagyon klasszak, úgyhogy ezeket is csak ajánlani tudom mindenkinek. Akár arra is, hogy a felmosó vízbe egy picit cseppenteni, vagy öblítéshez is, hogyha egyszerűen öblítitek a ruhát, akkor ahhoz is jó, én erre annyira nem szoktam használni, de tényleg takarításra is teljesen megfelel, mind a 2 fertőtlenít egyébként, a citrom is és a borsmenta is, ugyanúgy, mint ahogy a teafa is és az eukaliptusz is, úgyhogy ezeket is tudom nektek ajánlani. Aztán a hónap legnagyobb könyvkedvence az a Hobbit volt számomra. Én nagyon sokáig nem voltam hajlandó ezt a könyvet elolvasni, mert úgy voltam vele, hogy nem áll a Hobbitot, egyszerűen lány vagyok. És ez őszintén szólva, ez a legbutább dolog, amit egy lány elkövethet, mert hogy ez egy szuper könyv, és ne fosszátok meg tőle magatokat. Én ugye láttam a filmeket is, hát egy könyvből csináltak 3 filmet, egy nem olyan hosszú könyvből. Szerintem nagyon klassz, én most fogom majd elolvasni a Gyűrűk urát ezután, és nagyon kíváncsi leszek arra is. Állítólag a Hobbit egy kicsit mesésebb, mert hogy ez állítólag mesekönyvnek készült, de tehát egyáltalán nem olyan bugyuta, úgyhogy szerintem aki szeret olvasni, annak ez kötelezően ilyen alapmű. Olvassátok el, mert nem fogjátok megbánni. Aztán van itt még 2 füzet is. Az egyik füzet, az most kitaláltam, hogy 2015-ben annyi, tehát hetente egy könyvet fogok elolvasni minimum, tehát ez az ilyen challenge-em, hogy nem is tudom hány hét lesz ebben az évben, mindegy, viszont eddig 18 hét telt el, és a 18 hét alatt 18 könyvet olvastam el, és hát erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy eddig még tudtam tartani. Ebben a kis füzetben fogom így az olvasott könyveknek a címeit gyűjtögetni, és csináltam én már ilyet régen is, de aztán abba hagytam, és azt nagyon sajnálom, hogy abba hagytam, mert szerintem ez egy tök jó ilyen katalógus-szerű dolog, hogy mit olvastál eddig, úgyhogy ezt ajánlom nektek is, hogyha olvastok, hogy írjátok fel. Nem muszáj füzetbe, lehet az egy Word, vagy egy Excel file, vagy akármi, úgyhogy szerettem ezt a füzetet is, és szeretem ezt a kihívást is. Ez a füzet, ez pedig a blogos, YouTube-os füzetem. Eleinte csak YouTube-os volt, és ezt most azért hoztam ide, mert az egyik nagy kedvencem ebben a hónapban az a blog volt, igen, a saját blogom, és a blogolás élménye maga, mert hogy én tehát az utóbbi időben elhanyagoltam a blogot, nem nagyon írtam már egy ideje meg semmi, és most újra visszataláltam hozzá, és ez nagyon jól esik. Szeretek írni most már megint, és ebben a füzetben ezért most már nem csak a YouTube-os ötleteimet tartom, vagy hát gyűjtöm, hanem a blogosakat is, és nagyon jó érzés újra blogolni, úgyhogy ha nem ismeritek a blogomat, akkor nézzetek be, majd az infoboxban megtaláljátok ehhez is a linket, és nagyon élvezem megint. Hát ennyi lett volna az én áprilisi kedvencek videóm, remélem, hogy találtatok benne olyat, amit ki akartok próbálni, vagy ti is használtok. Ha bármelyikhez van valami hozzáfűzni valatok, azt megtehetitek kommentbe. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor pedig lájkoljátok, légy szíves. Na, hát köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!